Mozgalmas nap volt szombaton a Gyémántfürdőben, ahol egy versenydíj kiosztója mellett műsorok várták a vendégeket. A karácsonyfa december 6-án került a Gyémántfürdőhöz, azzal a céllal, hogy idén először egy rendhagyó jelleggel teremtsünk egy díszversenyt. December 6-áig lehetett leadni ezeket az úgynevezett pályaműveket, tehát ezeket a díszeket, és a mai nap fog sor kerülni ennek a zsűrizésére és eredményhirdetésére. Változó volt a korosztály is, a nyugdíjastól elkezdve az oldásokon keresztül történtek leadások. Van egy közönségdíjunk, aki végül is a legnagyobb ajándékokat kapja, ezt a Facebookon szavazással döntöttük el. Lájkolni lehetett a feltöltött képeket a díszekről, és a legtöbb lájkot kapó szavazatok fogják megkapni ezt a nyereményt, és ezen kívül még 3 díjazottunk lesz első, második és harmadik kategóriában, valamint lesznek még egyéb külön díjazottak. A nagy sikerre való tekintetve, mert tényleg, hogy több mint 50 dísz érkezett, szeretnénk a jövő évben is megismételni. A fürdő vidám gyermekzsivajtól is hangos volt, hiszen sok-sok boldog gyerek töltötte itt a téli szünidő első napján. A mai nap 50 Szent Ágótás gyermek és a kísérőikkel, nevelőszülekkel érkeztek ide, és a sporthotellel közösen fogadtuk őket. Ez a mi karácsonyi ajándékunk az ők részükre. Én azt gondolom, hogy nekünk is fontos, hogy örömet tudjunk szerezni ezeknek a gyerekeknek az árvák részére. Én azt gondolom, hogy mindenki átélheti azt a dolgot, hogy ő árva, és mi különösen az árvákat szerettük volna, és a nehezen rászorulókat, azok, akik egyébként meg nem jöhetnének ide, vagy nincsen kevés a lehetőségük rá. Szerintem a szeretet ünnepe, a szeretetről szól az egész, és így próbáljuk mi is ezt kimutatni, most van erre rá lehetőség, jobban rá is figyelünk, és a karácsony maga az a talán a legszebb ünnep így az évben, és erre figyelünk mi is.